Október 6-án az aradi vértanúkra emlékezett városunk polgársága a Nemzeti Gyásznapon, a Klapka téren a Concordia vegyeskar előadásában felcsendült Vörös Marti Mihály szózata, melyet Egressy Béni zenésített meg, majd Dráfi Mátyás színművész szavalatát hallhattuk. A résztvevőket Stubendek László, a Csemadok Komáromi Szervezetének elnöke köszöntötte. Őt Rubik Béla, a Csemadok országos elnöke követte, aki ünnepi beszédében így fogalmazott. Az aradi 13 vértanú a szabadságba vetett hitért végezte áldozatként, mely hitnek több mint másfél évszázad távlatából is makulátlanul tiszta, igaz, emberséges üzenete van. Akikre a nemzet az életét, a sorsát rábízza, az szolgálja a nemzetet, mint halálig, és érezze a felelősségét és súlyát e nehéz, de tündöklő tehernek. A szolgálat és az alázat ott kell, hogy lebegjen mindenkinek a szeme előtt, mondotta. Az ünnepi beszédet követően a kulturális, politikai, társadalmi szervezetek és az iskolák képviselői megkoszorúzták Klapka György szobrát. A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület kezdeményezésére közadakozásból emelt emlékoszlopnál is emlékeztek. Az obeliszken Török Ignác és Lenkei János neve olvasható. Ők Klapka György tábornok előtt voltak, a várkapitányai. Itt Langsádl István, az Egyesület alelnöke mondott köszöntőt, és Korpás Réka, Gyuricsek Tamara, illetve a Concordia vegyeskar működött közre.